Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Ennyi volt. 27 év után bezárt Dombóvár legnagyobb foglalkoztatója. Hatalmas károk. 10 milliókba kerülhet a néhány hete birtokba vett szekszárdi teniszpályák és az épület felújítása. Magyar Falu Program. Az első két pályázatra több mint 1000 település jelentkezett. Szklerózis Multiplex Világnap. Gyógyíthatatlan a zömében fiatal nőket érintő betegség. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 27 év után bezár a fehér neműket gyártó Pasa Kft. Dombóvári üzeme. A cég 200 dolgozót bocsát el. Van azonban remény, hogy az ömében szakképzetlen, jelenleg betanított munkásként dolgozó emberek nem maradnak munkanélkül. Sok cég jelentkezett, hogy adna munkát a dolgozóknak, de úgy tudjuk, az sincs kizárva, hogy egy másik vállalat megveszi a dombóvári üzemet, és átveszi a munkavállalók egy részét. Este 7:30-kor is égett a villany a dombóvári üzemben. A dolgozók egy csoportja még este is varta a női luxus fehérneműket. Ezek az utolsó hetek még ezzel foglalkoznak, ezen gyár falai között. Július közepén ugyanis 27 év után bezár az üzem. A döntésről a munkavállalókat egy héttel ezelőtt tájékoztatta a cég vezetése. A menedzsment azzal indokolta a bezárást, hogy világszerte kevesebb ilyen fehérneműt tudtak eladni az elmúlt időszakban. Csökkent a bevételük is. A dolgozókat váratlanul érte a cég döntése, hiszen nagy részük évtizedek óta a vállalatnál dolgozik, köztük a cég ügyvezetője Rózsa Béla is. A dolgozók sokkolódtak, teljesen egyértelmű. Ugyanakkor hozzá kell tegyem, hogy már aznap délután a termelést megállítottuk, és már aznap délután elkezdődött az a beszélgetés a dolgozókkal, aminek keretében részben a tanácsadó cég munkatársai, részben mi vezetők próbáltuk tartani a lelket a dolgozókba. A cég vezetője azt ígéri, gondoskodnak a munkavállalóikról. Rózsa Béla azt mondja, a törvényben előírt végkielégítésen kívül még plusz pénzt is adnak dolgozóiknak az utolsó hónapban, és egy munkaerő közvetítőt is megbíztak, hogy segítsen nekik új álláshoz jutni. Nem kevés cég jelentkezett be a sajtó hatására, ugye a sajtóhír hatására, de az, hogy ebből majd mennyi lesz használható, erre még korai válaszolni. Minden esetre van reményünk arra, hogy sokan, illetve minden dolgozó munkát fog találni. A vállalkozás menedzsmentje a törvénynek megfelelően előre bejelentette a kormányhivatal felé, hogy hamarosan csoportos létszámleépítést hajt végre. Erről Horváth Kálmán, Tolna megye kormány megbízottja beszélt stábunknak néhány napja. A nyáron munkanélkülévé váló dolgozóknak a kormányhivatal is minden lehetséges eszközzel megpróbál segíteni. Mondjánk kimegyünk a helyszínre, és a dolgozókat tájékoztatjuk arról, hogy milyen lehetőségük van nyilván. Abban szeretnénk segíteni, és feltételezem, hogy dolgozóknak is az a célja, hogy egy más munkahelyre át tudjanak majd menni, ha ez az időszak megszűnik. Ebben tudunk nekik felvilágosítást adni, hogy mit kell tenniük ehhez. Úgy tudjuk, egy másik, nem fehér nemű gyártással foglalkozó vállalattal folynak az egyeztetések a dombóvári üzem megvételéről. Ez a cég a dolgozók egy részét is foglalkoztatná, így nagy az esély arra, hogy az ömében szakképzetlen, jelenleg betanított munkásként dolgozó emberek nem maradnak munkanélkül. Több 10 millió forintba kerülhet annak az épületnek és a hozzátartozó teniszpályának a felújítása, amit a szekszárdi önkormányzat néhány hete vett birtokba, egy bírósági ítéletre hivatkozva korábbi üzemeltetőtől. Ezt mondta szerdán Ács Rezső, szekszárd polgármestere. A területen évek óta vitázik a város és a korábbi üzemeltető, a helyi önkormányzat független képviselője. Csak az ablakok keretei maradtak az épületben, a nyilázárokat kibontották. Csendben nézték a szekszárdi önkormányzat képviselői, hogy milyen rossz állapotban van az a terület és a rajta található ingatlan, ahol korábban egy teniszcentrum működött, és amiről évek óta folyt a vita a város és a korábbi üzemeltető között. A fotókból összeállított képsor szekszárdi edzője mutatta be szerdán, egy képviselői kérdésre válaszolva a közgyűlésen.
A kérdés feltevője arra volt kíváncsi, milyen lépéseket tett az önkormányzat azóta, hogy május 10-én egy elsőfokú bírósági ítéletre hivatkozva birtokba vette a Város Gazdasági Bizottsága a területet. Hát teljesen szét lett bombázva ez az épület. Én azt gondolom, hogy egyszerűen felháborító az, hogy milyen állapotokat találtak ott a bizottságnak a tagjai, főleg úgy, hogy ez végig városi vagyon volt. Ez soha egy pillanatig nem ment át senkinek a tulajdonába. Én nem is értem, hogy hogy meri valaki másnak a tulajdonát ilyen mértékben megrongálni. Az ingatlant és a hozzátartozó területet 19 éven át Kerekes László, az önkormányzat független képviselője használta. A város polgármester azt mondja, a helyreállítási munkákra több 10 millió forintot kell elköltenie Szekszárdnak. Véletlenül ez saját költségvetési forrásból kell majd megfinanszíroznunk. Én azt gondolom alapvetően, hogy most, hogy már átkerült tulajdonba, vagy visszakerült hozzánk, tulajdonba eddig is nálunk volt, de használatban is most elkezdhetünk abban gondolkodni, hogy hozzuk ezt rendbe, és hogy fogjuk majd beintegrálni az fejlesztési elképzelésekbe. Hát messziről indulunk, azt kell, hogy mondjam, nem nulláról, hanem mínuszról. Az eset miatt megkerestük Kerekes Lászlót is, telefonon értük el, nyilatkozni nem akart, annyit elmondott, ő csak azokat a tárgyakat vitt el, amiket az elmúlt 19 évben igazolhatóan ő maga épített be, vagy vásárolt a területre és az épületbe. 140 millió forintból alakítanak ki a szekszárdi Barátság utcában multifunkciós szabadtéri közösségi teret. A nagyszabású fejlesztésre egy pályázaton nyert pénzt a város önkormányzata. A tervek már elkészültek, most az engedélyeztetési folyamat zajlik, az átadásra nyár végén kerülhet sor. A most még füves területen játszótér, szabadtéri edzőterem, fedett mosdók és pelenkázók is helyet kapnak. A terület legérdekesebb eleme pedig egy internetezésre használható, interaktív oktatófal lesz. Ilyenből egyébként még az országban csak néhány van. Egy olyan e-wall nevű elektronikus panel kerül kihelyezésre, amely lehetőséget ad arra, hogy különböző logikai játékoknak interaktív, internet alapú applikációk segítségével olyan játékokat, feladatokat generáljunk, amit én azt gondolom, hogy megint csak iskolai órán is, egy kihelyezett órán a gyerekek nagyon élveznének. Képzeljünk el egy olyan nyelvórát például, ahova kijön a nyelvtanár, és egy tablettel feltölt ide egy kérdezfelelek, vagy egy nyelvtani tesztet. Összeültek a völgység polgármesterei Tevelen. A Völgységi Önkormányzatok társulási ülésén a települések vezetői a Magyar Falu program nyújtotta lehetőségekről értesülhettek. Az ülésen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki kiemelte, több mint 1000 település nyújtotta be a program első két pályázatára a jelentkezést. A Magyar Falu program 2019-ben indul útjára. A programban 150 milliárd forint áll rendelkezésre az 5000 lélekszám alatti településeknek. A pályázatokra már lehet jelentkezni, ezekből pedig a települések infrastruktúráját és kulturális intézményeit is lehet fejleszteni. A kisebb településeknek ez egy jó lehetőség arra, hogy felzárkozzanak a városok mellé, mondta Csikostöttös polgármestere korábban. A 2004-ben átadott faluházunkban szeretnénk kicserélni a nyílászárokat, korszeresíteni a fűtést és a világítást. Minimális eszközbeszerzés is, ami nagyon fontos, az egész turisztikai attrakciónak az üzemeltetését abból a támogatásból kívánjuk megoldani, hiszen 3 millió forint egy fő egész éves foglalkoztatására nyilván részmunkaidőbe kellő fedezetet biztosít. A keddi Völgységi Önkormányzatok társulási ülésén Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, hogy a program első két pályázatára már több mint 1000 település jelentkezett, ez pedig a pályázatok sikerességét mutatja. Az államtitkár azt mondta, fontos, hogy a települések ne csak egy-egy célterület fejlesztésére adják be a pályázatot. Én remélem azt, hogy a választókerületben is sikerül úgy elosztani a pályázatokat, illetve megbeszélni a polgármesterekkel, hogy ne csak egy-egy célterületen induljanak el, hanem mindenki a legszükségesebb pályázatot nézze ki és oda jelentkezzen annak érdekében, hogy teljesen arányosan lehessen elosztani a pénzt. A Magyar Falu program keretében többek között óvodafejlesztésre, orvosi rendelők és polgármesteri hivatalok, temetők, valamint úthálózatok felújítására adhatják be a községek és falvak a pályázatokat. Megújította együttműködési szerződését az MVM Paksi Atomerőmű ZRT és a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás. A TEIT ülésén az új társulási megállapodást is aláírták, amiben már 3 új belépő is szerepel, így a tagok száma 16-ra nőtt.
Pakson ülésezett a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás, akik első napirendi pontban törvényi kötelezettségüknek elegettéve fogadták el 2018. évi zárszámadásukat. Nincs tartozásunk, 5,5 millió forint tartalékunk van, tehát amit áthoztunk. Ugyan eredményben kimutattunk egy mínusz 1 millió 600-at, ez abból adódott, hogy a 3 évi számla összeget megkaptuk az atom erőműtő, de a községek nem számláztak be. Ez már pótolva lett januárban, tehát megkapták a települések a pénzt. A most megkötött együttműködési szerződésük 4 évre szól, amelyben az eddig vállalt feladatait továbbra is folytatja a TEI-t, törekedik a minél hatékonyabb tájékoztatásra, és végzi az ellenőrzést továbbra is. A TEI-nek a fő feladata természetesen ezt a 62 ezer ember, ami az új tagok felvételével körülbelül ezt állapítható meg, 62-63 ezer emberről beszélünk, a napi szintű kiszolgálását kommunikációs területen olyan információk jussanak el hozzájuk, amihez joguk van, és nyilván, hogy egy ilyen létesítmény mellett laknak, természetesen a legfőbb feladat ezt, ennek az alapfeladatnak az ellátását hozták létre 92-ben ezt a társulást. Támogatási szerződésüket 1 évre kötötték meg, ami évente kerül frissítésre a jövőben. Az ülés során került szintén aláírásra az új társulási megállapodás, amelyben már szerepel a május 1-ével hivatalosan is taggá vált Dunapataj, Györkönny és Madocsa. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója kiemelten fontosnak tartotta, hogy mindazok, akik jogosultak a társulás tagságára, azzá is váljanak. Megértették, hogy együtt erősebbek lesznek, hiszen olyan közös célok állnak a térség előtt, ami egy erős civil szervezetet, kívülről nem megkezdhető civil szervezetet feltételeznek, vagy igényelnek, és azt gondolom, hogy ezzel, hogy a három tag, aki a 12 kilométer sugarú körben benne van, belépett, így a TEI-t erősödött, és jobban fog tudni teljesíteni a felettünk álló új blokkok építésénél is. Több mint 10 éve dolgozott rajta a Paksi Atomerőmű és a társulás, hogy a TEI-t működési területe alapján minden olyan település taggá váljon, aki a 12 kilométeres sugarú körbe alapszabályok szerint beletartozik. A korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a szekszárdi törvényszék a jövőben a bíróságok által nyújtott szolgáltatások népszerűsítésére. Erről Csullag Józsefné, a szervezet elnöke szerdán egy sajtóreggeli keretében beszélt. A törvényszéken dolgozó szakemberek célja, hogy minél többen tudjanak arról, hogy a bíróságok nem csak ítéleteket hoznak, hanem például a peres ügyekben, vagy egy válás során az úgynevezett mediációs szolgáltatással első körben megpróbálják kibékíteni az érintett feleket. Szeretnénk, ha ezáltal jobban megismernék a bíróságok működését, felkészülhetnének arra, hogy milyen szerepük lesz adott esetben egy-egy bírósági eljárásban, hogy miként kell itt megjelenni, milyen szolgáltatásokat vehetnek tőlünk igénybe, akár a tanúgondozás terén, a gyermekközpontú igazságszolgáltatásban, a bírósági közvetítés vonalán, de ajánlani tudjuk a nyitott bíróság programunkat, amelynek célja, hogy egy jogtudatos állampolgára fejlődését biztosítsa a tanulói rétegnek. Világszerte május utolsó szerdáján tartják a Szklerózis Multiplex világnapját. Ezen a napon hívják fel a figyelmet arra, hogy bár a betegség jelenleg gyógyíthatatlan, több gyógyszeres kezelés elérhető ma már, amivel javítani lehet a betegek közérzetén, illetve ezekkel elérhető, hogy ne rosszabbodjon tovább az állapotuk. A központi idegrendszer fehér állományának gyulladásos megbetegedése Magyarországon 8000, Tolna megyében közel 200 pácienst érint. A felvett elektromos jelekből a hozzáértő szakember meg tudja mondani, hogy a látó idegnek, vagy a látó pályarendszernek van-e hibája. Épp a látó idegeket vizsgálják a Szekszárdi Kórház neurológiai osztályán. Ez az a vizsgálat, ami segít a szakorvosoknak megállapítani a páciensről, szklerózis multiplexben szenved-e. A központi idegrendszer gyulladásos, autoimmun megbetegedése jellemzően 20 és 40 éves kor között, és igen szerteágazó tünetekkel jár együtt. Érintheti a látópályát, a látóideget ezen belül, de nyilván bármelyik oldali szem ideget. A központi idegrendszer bármely részét, tehát lehetnek esetlegesen érzészavarral, bénulással járó tünetek, és sajnos a gerincvelőt is, ami szintén bénulásos jelekkel, illetőleg a esetleges székletvizelet irányítási zavarával is társulhat.
Jelenleg nem lehet gyógyítani a betegséget, mivel azt sem tudják, mi váltja ki azt. Csak gyulladáscsökkentő vagy betegségmódosító terápiák érhetőek el, amivel lehet javítani a betegek közérzetén, illetve ezekkel elérhető, hogy ne rosszabbodjon tovább az állapotuk. Ez egy idegsejt elhalással járó betegség, és ugye jelenleg sehol a világon olyan terápia, ami ezen sejtek, elhalt sejtek működését helyre tudná állítani, nincsen. Azoknak a sejteknek a megmentésére törekszünk, amelyek a gyulladás által érintettek ugyan, de még nem véglegesen károsodtak. Világszerte nagyjából 2,5 millióra. Magyarországon 8000 körülire tehető a szklerózis multiplexes betegek száma. Tolna megyében közel 200 ilyen betegségben szenvedő pacienst lát el a kórház. Számukra a legkorszerűbb gyógyszeres terápiákhoz való hozzáférést az úgynevezett SM-centrumok biztosítják, ami 1995 óta a Tolna megyei Balassa János kórházban is működik. Regionális híreink következnek. Átadták a kaposvári versenyúszodát. A jövő sportolóit is szolgálja a 4,5 milliárd forintos beruházás. Minimális talajművelés, tápanyaggazdálkodás. Új módszerek a hazai mezőgazdaságban. 15 éves testvérmegyei kapcsolatra építenek. Kínai befektetőket, turistákat vár a baranyai önkormányzat. Átadták a 10 pályás, 50 méteres és közel 800 fő befogadására alkalmas Csík Ferenc versenyúszodát Kaposváron. A Német István program keretében mintegy 4,5 milliárd forintos beruházás kibővíti a sportolók életterét, hiszen a mostani 2 medence helyett 3 áll majd rendelkezésükre. Az ünnepélyes átadón Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár kiemelte, a modern komplexum hozzájárul a sportolók fejlődéséhez, de emellett még több fiatal kaphat kedvet egy-egy sportákhoz. A hínár mindig zöldebb, ha más vizében ring. Ne álmodj más világról, a földnél jobb a víz. Újabb sportlétesítményt adtak át Kaposváron. A Csík Ferenc versenyúszoda országos, régiós és megyei versenyeknek is helyt ad majd. Az ünnepélyes átadón Szita Károly úgy fogalmazott, Kaposvár újabb mérföldkőhöz érkezett. Ha az ember uszodát épít, az olyan, mint amikor fát ültetünk. A jövőnek ültetjük, és a jövőnek építjük. Persze mi is szeretnénk élvezni munkánk gyümölcsét, ám mégis az utánon következők a legfontosabbak. Mi kaposváriak pontosan tudjuk, milyen jövőt szeretnénk szeretteinknek és unokáinknak. Erőtől duzzadó, tiszta, egészséges és boldog jövőt. A 10 pályás, 50 méteres és közel 800 fő befogadására alkalmas Csík Ferenc versenyúszodát búvár és szinkronúszók, valamint vízilabdázók is használhatják majd. Szerintem nagyon jó úszoda, én alig várom, hogy itt edzhessek. Hát igen, úgyhogy nagyon várom mindenképp. Az ünnepélyes szallagátvágáson Szabó Tünde, sportérfelelős államtitkár kiemelte, a modern komplexum hozzájárul a sportolók fejlődéséhez, de emellett még több fiatal kaphat kedvet egy-egy vízes sportákhoz. Amikor arról szólunk, hogy a kormányzat stratégiai ágazatként kezeli a sportot és kiemelten támogatja azt, akkor nem csak az élsportra, az utánpótlás nevelésre, a szabadidősportra, a sport létesítményfejlesztésekre, vagy a nagy nemzetközi eseményekre kell gondolnunk, hanem például a mai napra is. Hiszen a kaposvári úszoda megnyitása az itt rendezett országos bajnokságok, de még inkább a hétköznapokon tartott edzések, amelyek szintén a stratégia részei és fontos építő elemei. Mert lehet, hogy holnap ennek az úszodának az ajtaján lép be a következő jövő bajnoka. Amint egy 4,5 milliárd forintos beruházás hozzájárulhat az egészségesebb életmódhoz. Klíma negatívvá lehetne tenni Magyarországot, ha elterjedne hazánkban a talajmegújító mezőgazdaság, mondja a szakértő. A módszer lényege, hogy takaró növény borítsa a földeket, ezzel a technikával ugyanis tápanyagdús és jó szerkezetű termőterületeket kapnának a gazdálkodók. Így a megfelelő módszerek alkalmazása után a talajban megnő a szén mennyisége, ami megköti a kibocsátott üvegházhatású gázokat.
Nyugaton már 80 éve alkalmazzák, hazánkban azonban még csak néhány éve kezdett elterjedni a talajmegújító mezőgazdaság. A módszert egy előadás keretében mutatta be Kökény Attila tanácsadó. Ennek lényege, hogy minimálisra csökkentik a talajművelést, emellett fontos szerepet kap a takaró növény és a megfontolt tápanyaggazdálkodás. Jóval kevesebb műtrágya elegendő, jóval kevesebb növényvédőszer elegendő, a gázolajfogyasztás meg akár 15-20 literre lehet csökkenteni mondjuk egy hektáron. Azaz minden szempontból könnyebb volna a tevékenységük, kevesebb munkával járna, kevesebb költséggel járna, a hozamok pedig általában vagy legalább annyi marad, mint amennyi volt előtte. Aszályos években egyértelműen magasabbak, a jobb talajnak köszönhetően, a mélyebb gyökerezési mélységnek köszönhetően, illetve vannak olyan gazdaságok, ahol eleve már azonnal a rekordokat megcsináljuk az adott gazdaságban. Az előadást a klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra lehetséges utak és válaszok című rendezvény keretében mutatták be. A programot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezete rendezte. Azért szerettük volna ezt a mai klímakonferenciát összehívni, hogy a gazdálkodóinkat tájékoztassuk, felhívjuk a veszélyekre a figyelmet, és hogy választ adjunk arra, hogy mivel tudnak elébe menni a változásoknak. A takaró növény ugyanis nem engedi elpárologni a nedvességet a talajból, így tápanyagban dús és jobb szerkezetű termőföldeket kapnak a gazdálkodók. Mindezek mellett nem elhanyagolható a széndioxid megkötés sem, tette hozzá a szakértő. Tapasztalatok szerint ugyanis talajtól, klímától és vetésforgótól függően nagymértékű a humusz növekedése a szántóterületeken. A megfelelő módszerek alkalmazásával évenkénti 2000 szén megkötéssel klímanegatívvá lehetne tenni Magyarországot. Magyar-kínai üzletember találkozót tartottak hétfőn Pécsen. Az eseményen megerősítették Baranya és a kínai tartomány között 15 évvel ezelőtt létrejött testvérmegyei együttműködést. Madaras Zoltán a kétoldalú kapcsolatokat méltatva arról beszélt, hogy a kínai vállalatok számára Magyarország továbbra is jó befektetési célpont. Az ázsiai állam magyarországi befektetéseinek értéke meghaladja a 4 milliárd dollárt. Az itt működő kínai vállalatok több mint 15 ezer embernek adnak munkát. Szeretnék, ha megyénkben is növekednének a gazdasági kapcsolatok a távol-keleti területtel. Ezt a kaligráfiákból, vízfestményekből álló kiállítást hozták el a kínai vendégek Pécsre. Hétfő délután Baranya és a távol-keleti testvér tartomány vezetői közösen nézték meg a tárlatot a zsolnai kulturális negyedben. Egy olyan speciális esztendőben vagyunk, amikor a magyar-kínai kapcsolatok 70. évfordulóját, a baranyai csöcsangi kapcsolatok 15. évfordulóját ünnepeljük. Elmondható, hogy az eltelt évek alatt sok gazdasági kapcsolat született a két régió között. Ezeket szeretnénk továbbfejleszteni, ezért érkezünk olyan delegációval, melynek tagjai között gazdasági vezetők, szakemberek is vannak. A gazdasági kapcsolatok erősítésére nyitott a megyei vezetés is. 15 éves a testvérmegyei kapcsolatunk Szöcsön tartománnyal, és mikor megtudtuk, hogy delegáció fog érkezni hozzánk, külön jelezték, hogy szeretnék most egy kibővített delegációt hozni kulturális téren, illetve a vállalkozók terén. Több mint 33 gyár tulajdonos és vezérigazgató van most jelen pillanatban a Baranya megye dísztermében, akik a megye vállalkozóival találkoznak, névjegykártyát cserélnek, és bízunk abban, hogy ebből a kapcsolatból üzlet és siker fog létrejönni, és ez pedig Baranyán nagyon jó lesz a jövőben. Szeretnék például erősíteni a turizmust, mondja a baranyai elnök. A megye termál fürdőire, épített örökségére, természeti értékére hívják fel a vendégek figyelmét. De ezek mellett az itt működő üzleti cégek is keresik a gazdasági kapcsolatokat a most ideérkezett kínai partnerekkel. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Ennyi volt. 27 év után bezár Dombóvár legnagyobb foglalkoztatója. Hatalmas károk. 10 milliókba kerülhet a néhány hete birtokba vett szekszárdi teniszpályák és az épület felújítása. Magyar falu program. Az első két pályázatra több mint 1000 település jelentkezett. Szklerózis multiplex világnap. Gyógyíthatatlan a zömében fiatal nőket érintő betegség. Tolna megyében csütörtökön csökken a hőmérséklet, kifejezetten hűvös idő lesz. Délelőtt borult marad az ég, de számottevő eső nem várható. Délután felszakadozik a felhőzet. Élénk északi-északnyugati szél fúj. Éjszaka számottevő csapadék sehol nem hullik, tovább szakadozik a felhőzet. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!